Sziasztok! Most következzen börtönbe kerülésem története. Figyeljetek! Ahogy már meséltem, szabadságharc miatt be kell zárni a lánynevelő intézetünket. De ekkor is találok feladatot. Mindent megteszek, hogy segítsem a magyar katonákat. Pénzt küldök a családjuknak, és ápolom a sebesülteket. Nem hagyhatom, hogy elvesszen a szabadság ügye. Sajnos győznek az osztrák császár csapatai, és sok magyarnak menekülnie kell. Az én házam nyitva áll minden jó ember előtt. Sok menekülő honvédet bújtatok a hatalom elől. Persze nem lehet sokáig ezt titokban tartani. Egyszer Emma húgom Párizsból könyveket küld nekem a magyar forradalomról. De a császár titkos rendőrsége felbontja a csomagot, és meglátják, mi van benne. Persze az ilyesmi szigorúan tilos. Letartóztatnak, és börtönbe kerülök. Nehéz 6 év vár rám ott. Függöny!